Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozatom. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyikkel, akkor nézd meg ezt a sorozatot. Ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. Mielőtt a lovak közé csapnánk, hadd mondjak el néhány dolgot. A Planet Zoo-t elérheted magyarul is a leírásban megtalálható linket, pontosabban a magyarítást. Magyarra egy kis lelkes önkéntes csapat fordítja, a felelős fordító Pico 888, de mind önkéntesek. Mindenki a napi tennivalói mellett foglalkozik ezzel, így nagy segítség minden új csatlakozó. Én már csatlakoztam ehhez a fordító közösséghez, egy keveset segítettem is a fordításban, de a teljesség eléréséhez még mindig többre van szükség. Ezért, ha kedved és időd engedi, szívesen látunk téged is ebben a közösségben. Megjegyzem, ez a közösség nem csak a Planet Zoo játékhoz készít fordítást, hanem másokhoz is. Úgyhogy, ha másik játéknál segítenél, akkor is szívesen látunk. Ezen kívül van még két új hírem. Az egyik, hogy csatlakozhatsz a Discord szerveremhez, ami amúgy már hónapok óta üzemel, de csak az utóbbi videókban említettem. De ami még újabb keletű dolog, az a www.planetzoo.hu oldal, ahol elkezdődött egy közösség kiépítése, amely az állatokat helyezi előtérbe. A weboldal is ugyanúgy, mint a közösség, építés alatt áll még, sok érdekességet tervezek még létrehozni benne, amihez te is kell lesz. Ha érdekelnek érdekességek a világon látható híresebb állatokról, vagy információk kutatásokról, netalán információk nemzeti parkokról, vagy akár a Planet Zoo-ról, csatlakozz a közösségünkhöz. Sajnos, mivel kevés az időm minden irányban lenni, ezért mostantól főleg ezeken a helyeken leszek elérhető, és persze a YouTube komment szekciójában. Szóval csatlakozz te is! Ha a fordítók csapatához csatlakoznál, írd nekem, vagy a leírásban található Discordhoz csatlakozva, vagy a planetzoo.hu oldalon. És akkor most kezdjük a 2020. augusztus 25-én megjelent harmadik kiegészítővel, amivel kenguru módjára átugrunk Ausztráliába. A kiegészítővel egy új ausztráliai állatkertet is kapunk, challenge módban, a Tanami Roadside Zoo-t. Ezért most ezt nyitottam meg. Ó, igen, jöhetnek az állatbemutatók 65. részében bemutatott kis cuki koalák. A 69. részben bemutatott ugrómester vörös óriás kenguruk. A dingók, amelyekről nem lehet tudni, hogy a kutyákkal vagy a farkasokkal vannak közelebbi rokonságban. Ezekről a vörös színű szürke farkasokról a 109. részben beszéltem. Majd a világ legveszélyesebb madarai, a 90. részben bemutatott sisakos kazuárok. És a 72. részben bemutatott vakon gyíkfélék képviselői, az ausztrál kéknyelvű szkinkek. Na meg az eukaliptusz erdők. Minden állatkertbe kellenek alkalmazottak, de úgy látom, hogy itt nincsenek, ezért most alkalmazni fogok mindenfélét. Ne feledd, mindenik állatnak a bemutató videójához a linket megtalálod ennek a videónak a leírásában. Minden állatot a felsoroltak közül amúgy a Hunzu Aoraki állatkerten bemutattam be, amivel amúgy kezdődött ez a videó, de persze más állatkerteimben is megtalálhatóak, keresd majd az építési videókat a videók között. Ugyanakkor a kifutókat fel fogom tölteni majd a Steam Workshopra, van, ami már most is megtalálható. Na, nem ebben a videóban készült kifutókat, ezek egyszerűek lesznek, hanem az új-zélandi Aoraki állatkertbelieket.
Sajnos úgy látom, hogy vandálok jártak ebben az állatkertben, ezért gyorsan kicserélek most minden összetört elemet. A kiegészítővel érkezik 230 új építési és tájrendezési elem, amelyek méltán képviselik Ausztrálián kívül Óceánia egy részét. Ezt persze ki lehet bővíteni az utolsó, trópusi csomaggal megjelent indonéz elemekkel. Ezzel a trópusi kiegészítővel kezdődött ez a sorozat. Lássuk, milyen állataink vannak most az állatkertben. Van itt amerikai bölény, rózsás flamingó és sisakos kazuár. Ha már van elhelyezve sisakos kazuár, akkor kezdem azzal. A sisakos kazuár vagy déli kazuár a világ harmadik legnagyobb madara. 50 km per órás sebességgel fut, magasra ugrik és jól úszik. A többi kazuárfajtól, vagyis a Bennett kazuártól és az északi kazuártól könnyen megkülönböztethető, mivel a nyakán két húsos bőrlebeny látható. Ausztrália északi részén, Új-Guineának déli részén, úgy az Indonéziához, mint a Pápuához tartozó részeken, továbbá az Indonéziához tartozó Aru szigeteken és Seram szigeten él. A sisak szerepéről csak elképzelések vannak, mint például védi a madár fejét a lehulló gyümölcsöktől, ugyanakkor leverheti vele a gyümölcseket a fáról, vagy fegyverként is használhatja, és hasonlók. De a legérdekesebb feltételezett használati célja az, hogy felerősíti az emberi fül számára nem hallható jeladását. Ha már a gyümölcsök leverésével gyanúsított, akkor sejthető, hogy gyümölcsöket fogyaszt, főképpen. De amúgy mindenevő. Nem veti meg a kisebb melegvérűeket, hüllőket, gombát, dögöt vagy bármi mást, amit a talajon talál és le tud nyelni. A kazuárok rendkívül fontos szerepet játszanak a növények terjesztésében, ugyanis az emésztő csatornájukon áthaladó terméseknek csak a húsát emésztik meg, a magokat csíraképesen pottyantják ki. Már 21 olyan elsőerdei növényfajt határoztak meg, amelynek magja csak akkor indul csírázásnak, ha előtte áthaladt egy kazuár bélrendszerét. Egy másik különlegessége, hogy néhány olyan gyümölcsöt is meg tud emészteni, ami más állatok számára mérgező. Folytassuk a teráriumi állatunkkal, amelyik egy hüllő. Az ausztrál kéknyelvű skink más néven közönséges kéknyelvű skink. Kihelyezek neki egy a csomaggal érkezett, szépen dizájnolt teráriumot. Itt jó is lesz. Egy picit forgatunk rajta, és tökéletes helyez neki most. Lássuk, hozzunk néhány vakon gyíkfélét ide. Ausztrália szárazabb területeit, félsivatagjait, füves, bozótos helyeit népesíti be. Előbb beállítom számukra a teráriumot, érezzék jól magukat. Közepes méretű gyíkfaj, a kifejlett állat testhossza megközelíti az 50 cm-t. Ennek mintegy egyharmada a farok. Na, hol vagy, gyíkocskám? Ez itt jól elbújt. Sőt, átbújt a falon. Rejtek helyei sziklák, más állatok által elhagyott üregek és a vastag növényzet, a nedvesebb helyeket azonban kerüli. Itt van a másik, ez is egy üregben található most. Mint a Tilikoanembe sorolt valamennyi fajnak, ennek is jellegzetes bélyege a testmérethez képest igen hosszú, mozgékony, fénylő, kék nyelve. Sivatagi teráriumban jól tartható, ezért mostanság hobbi állatként is elterjedt. Fogai viszonylag erőteljesek, az állkapcsa is jól fejlett. Az idők során elvesztett fogak pótlódnak.
Az északi terület felső harmadában, Nyugat-Ausztrália északi részén és Dél-Ausztrália délkeleti területein fordul elő a leggyakrabban. Azon kívül Új-Guinea és Tasmania területén helyenként nagy egyedszámban. És íme a kék nyelve, ha bár itt nem annyira feltűnő. Most akkor térjünk át a koalákra. Gyorsan összedobok nekik egy tényleg egyszerű kifutót. Az elterjedt koala maci vagy koala medve megnevezés biológiailag helytelen, mivel a koalák nem tagjai a medvék családjának. Hozzunk néhány koalát. Egy hímhez több nőstényt is lehet tenni. Amíg megérkeznek a kifutóba a koalák, építek egy kifutót a kenguruknak is. A tudományos neve a Phascolarctos cinereus görögül erszényes medvét jelent, mivel az első telepesek helyi medvefajnak gondolták a furcsa állatot. Ez az Ausztráliában őshonos erszényes növényevő állat a koalafélék családjának egyedüli élő képviselője. A koala szó a katang benszülött nép nyelvéből származik, jelentése nem ivó. A név nem teljesen találó, bár tényleg keveset isznak. Mondd, kicsi barátom, iszol te rendesen?
A koalák mindenhol megtalálhatók Ausztrália keleti partjain, de a belső vidékeken is olyan távolságig, ahol még elég a csapadék az eukaliptusz erdők számára. Ausztrália déli részén a koalákat a 20. század elején kiirtották, de mára újra telepítették őket Victoria államból. A koala valamennyire hasonlít a wombathoz, legközelebbi élő rokonához, de a bundája vastagabb és puhább, a füle pedig sokkal nagyobb. A koala többféle eukaliptusz levelet is eszik, de határozottan előnyben részesít néhány fajtát. Evés közben az eukaliptusz leveleket a pofazacskóiban tárolja, amíg lenyeli. Mivel étrendje nagyon alacsony tápértékű, energiát takarít meg azáltal, hogy szokatlanul kicsi az agya, a koponyaüreg 40%-át folyadék tölti ki. Lássuk akkor, hogy virágoznak az óriás vörös kenguruk. Ez a leggyakoribb kengurufaj az egész világon. Egyben a ma élő erszényesek legnagyobb testű képviselője. Ausztrália belső, nagy kiterjedésű, vízben általában szegény területei, sivatagjai és félsivatagjai tartoznak a faj elterjedési területéhez. Ezzel a ma élő kengurufajok közül ennek van az egyik legnagyobb elterjedési területe. Erős, izmos hátsó lábaitnak köszönhetően 48-50 km/órás sebességgel is képesek ugrándozni. Egyetlen ugrás akár 9 méter haladást is jelenthet. Hatalmas, erős farkuk segíti őket az egyensúlyozásban, amikor viszont helyben állásra kerül a sor, ügyesen rá tudnak támaszkodni, egyfajta plusz lábnak használva a farkukat. Táplálék után keresgélve gyakran akár 200 kilométert is megtesznek naponta. Párzáskor a hímek agresszívá válnak és kemény boxmérkőzéseket vívnak. Inkább kickbox mérkőzésnek nevezném, ugyanis a melső lábaikkal boxolnak, a farkukra támaszkodva pedig a hátsó lábaikkal nagyokat rúgnak. A nőstény kengurúnak folyamatosan lehetnek kölykei. Egyszerre lehet vemhes, hordozhat kölyköt az erszényében, és kísérheti őt egy harmadik kölyök is. Ezt az állapotot embrionális diapauzának nevezzük, és körülbelül 235 napig tart. Kiterjesztem a kazuárok kifutóját, hogy legyen hely mellettük a dingóknak is. Feltételezik, hogy a dingó a házi kutya visszavadult változata, ugyanis genetikai elemzések szerint mintegy 8300 évvel ezelőtt érkezett Ausztráliába. Egyes kutatók szerint az indiaiak már 4000 évvel az európaiak előtt felfedezték Ausztráliát, és az ausztrál dingó Indiából származik. Ez még mindig nem magyarázza az imént említett 8300 évet. A lényeg, hogy Ausztráliában őshonos állatnak ismerik el, mivel a területen évezredek óta él, volt ideje visszavadulni. Azon kívül előfordul Új-Guineában is egy alfaja, az új-guineai dingó vagy halstrom kutya, amit viszont nem minden szakértő ismer el önálló alfajnak. Amúgy a halstrom kutyának a másik neve az új-guineai éneklő kutya, amit sajátos torok hangjai miatt kapott, vagyis jódlizásszerű hangokat ad ki. Mindkét alfaj a kutya, vagyis a Canis lupus familiaris egy-egy visszavadult változatának tűnik. De nem mindenki ért ezzel egyet, mivel egyes szakértők szerint mindkettő a farkas önálló alfaja, vagyis a Canis lupusé. Nem kedveli az emberi társaságot, nehezen szelídíthető. Azt mondják, fiatalon még nagyon kedves, ám felnőve nagyon önállóvá, bizalmatlanná és agresszívá válik, ezért kutyakénti tartása semmiképpen nem ajánlott. Viszont ha mégis kölyökkora óta együtt van nevelve házi kutyával, akkor azzal könnyen kereszteződik. A dingók általában családi csoportokban élnek, közös otthonuk van a vadászterületükön belül, ezt a főhadiszállást minden betolakodótól megvédik. Egy 2017-beli genetikai kutatás szerint a dingók a modern kutyák ősei, de nem világos, hogy háziasították-e őket valaha. Ausztráliában biztos nem. Több ezer éve élnek elszigetelten más kutyaféléktől, úgy a farkasoktól, mint a kutyáktól.
Amúgy a ma ismert kb. 340 különböző kutyafajta többségét csak az elmúlt 200 évben tenyésztették ki. Amióta Ausztráliába a birkát is betelepítették, tenyésztés céljából persze, azóta igencsak kedveli a dingó a birka pörköltet. Emiatt nézeteltérések vannak a dingók és az emberek között. Most akkor nézzünk rá a csomaggal érkezett építményekre, utána még visszatérek.
ez lenne hát az Ausztrália csomag. Kommentben írd meg, melyik a kedvenc állatod belőle. Nagy segítség és örömteli visszajelzés számomra, ha megnyomod a like gombot. Ne feledd a videó elején említett csatlakozási lehetőségeket. PlanetZoo.hu, hogy csatlakozz az állatszerető közösséghez, ahol a PlanetZoo mellett valódi állatokról is olvashatsz. Csatlakozz az Éjmadár Discord szerverhez, ott is beszélgethetünk. Vannak lelkes állatszerető tagjaink, akik érdekességeket osztanak meg állatokról a nagyvilágból. És újra említem, hogy a lelkes fordítói csapat is szívesen fogad, ha segítenél, akár a PlanetZoo, akár más játékok magyarra fordításában. Nem sokára újra jelentkezem, egy következő csomaggal, vagy egy újabb állatbemutatóval, vagy talán egy karrier videóval. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen szép napod!